erős kezdés után még erősebb folytatás. Messze repülünk időben és térben, hogy lássuk az idei év egyik leglátványosabb frisky versenyét. Idén tavasszal a svájci Lában rendezték az Orige European Frisky Open versenyt, ahol a világ 30 legjobb freestyle sízője és 120 a sikerre legéhesebb amatőre állt létre. Ne feledjük, ez az egyik leggyorsabban fejlődő sportág, úgyhogy a tegnap 20 éves bajnokát ma lehet, hogy lealázza egy bevállalós 16 éves, aki kimenőt kérte a gimiből. A lányok és a fiúk félcsőben és slopestyle-ban, vagyis korlátokkal és ugratókkal tarkított lejtőn mutatják be legújabb trükkjeiket. Most a félcső futamokat mutatjuk be, a slopestyle meneteket a következő adásban csodálhatod meg. Hihetetlen éles verseny alakult ki a félcsőben. A 60 ezer dollár özdíj és a tisztelet, amit ki lehet vívni egy itteni dobogós helyezéssel, mindenkit feltüzelt. Arcok közül itt van a US Open bajnok, a kanadai Charles Gagnier, a finn AJ Kempainen és a világbajnok, szintén kanadai Mike Riddle. A legvagányabb csajok között meg kell említeni az X Games bajnok Sarah Burke-t, igen, ő is kanadai, és a francia Virgin Fave, aki ezt a versenyt slopestyle-ban már kétszer megnyerte. Most pedig nézzük a legjobb versenyzők legjobb pillanatait. Boldogabb lenni. Nagyon jó volt a csúszásom. Kicsit tartottam a fiataloktól, tele volt a mezőny 20 év alatti bevállalós kölykökkel, de végül sikerült megnyernem. A félcső zseniális, pont jó az íve, jól eldolgozták a széleket. Az egész rendezvény nagyon jól sikerült, ráadásul még a nap is kisütött. Világszínvonalú verseny. Ma nagyon jól csúsztam, élveztem a menetet, jól sikerültek a trükkök. A lányok nagyon keményen nyomtak, úgyhogy boldog vagyok, én szereztem a legtöbb pontot. Nekem ez volt az első alkalmam ezen a versenyen. Már sok jót hallottam róla, és tényleg igaz, eszméletlen a helyszín, 140 méteres tökéletes félcső. Most már értem, miért sorolják az öt legjobb verseny közé.